A következő produkcióban a 7. C-osztály előadásában láthatják, milyen az, amikor a felnőttek tinédzserek bőrébe bújnak. Szabó Borbála a Szülők bosszúja című novelláját feldolgozta és színpadra állította Mávik Kovács Hajna tanárnő. Isznak? Már most, 10. Hát igen, sajnos ez a helyzet. Rendszeresen fogyasztanak alkoholt, dohányoznak, főleg azokon a bizonyos szombati házi bulikon. Olykor ugyanis challenge-eket, kihívásokat hajtanak végre. Mint például magukra öntenek egy vödörjeges vizet, vagy elharapnak egy mosókapszulát a szájukban. De miért csinálják ezt hülyeséget? Mert idióták, azért mi dolgozunk, eltartjuk, tanulni nem tanul semmit, kapja a zseppénzt, és mire költi ez a kis vakarék? Mosókapszulára! Elnézést, de én ezt nem hiszem el. Erről én biztosan tudnék. Nekem elmondta volna Niki. Nagyon bizalmas a viszonyít. Különben se jár házi bulikba, szombatonként filmklubba megy, és utána a bogiéknál alszik. Nálunk nem volt még soha, különben se lenne értelme, hisz Bogi minden szombaton Peti kisöccsére vigyáz. Elnézést, hogy közbeszólok. Tudom, nem fogtok örülni a hírnek, de Petinek nincs kisöccse. Mégis, de már dolgozunk rajta. Egyébként a Peti is a parkoiknál alszik szombatonként. Mi nem élünk Leányfaló. Mi a Hollán Ernő utcában élünk már 20 éve. Majd hülyék lennénk onnan kiköltözni. Szerintem ne hagyjuk annyiban. Álljunk bosszút a kis vakarcsokon! Hálátlan kis vakarékok! Mutassuk meg nekik, hogy minket még milyen fából faragtak. Ez jó! Tanítsuk meg őket, kezdjük bedudálni! Ez nem jó irány, a harag mindig rossz tanácsadó. De igen is jó! Szerintem is! Nem tudom, a tiéd meg vannak. Ja, gondolom. De tuti? Ja, szerintem ja. De amúgy lehet, hogy nincsenek. Tök nem is volt ma még vacsora. Oké, csak azért kérdezem, mert most hívott a Falkó, aztán a Zsolti és a Tami is, hogy nekik sincsenek meg, szóval azért ez gáz, nem? Szülőarmageddon vagy mi van itt? Ja, lehet. Akkor 10 perc múlva szél kell már. Csodatod a Leftovers-t? Az megvan nektek? Én ismerem. A az van, hogy egy adott pillanatban az emberiség 2%-a eltűnik a Földről. Lehet, hogy itt is ilyesmi van. De ott is csak a szülők tűnnek el? Hát nem, ott mindenféle emberek. Akkor az nem ez, akkor az más. Bocs, én csak annyit mondanék, hogy most dumáltam Messengeren a Vincivel, és a Bécsének az, hogy nem tűntek el, csak nekünk. De kiabálnak kell pont a mi szüleink. SMS-t kaptam. A Palkó apjától. Mi van? Bogika, gyere anyukádért, mert nagyon szétcsapta magát. Vodkát hívott energiaitalon. Endre bácsi. És itt a cím is. Zsolti, apukád sajnos felöntött a garakra, és elkavarta valahova a ruháját. Tudsz hozni neki vártni? Álcikám, nincsenek jó híreim. Anyukád elszívott valami növényt, aztán összejött a Palkó apjával. Apukád nekiment, borult egy pár bútor, de most már békésen alszanak mindhárman. Nem ártana, ha ide jönnél. Nikolett, SOS, gyere, anyukád egy challenge miatt nem bírja abba hagyni a csuklást. Szerintem be kéne vinni az ügyeletre. Oh!
barátaink, vagyis ellenségeink, vagyis drága gyermekek! Azért ültünk itt ma össze, hogy végre forduljon a kocka, és ezentúl ti is megérezzétek azt, ahogy mi szoktunk. Amikor a ti saját lelki és testi épségeteket veszélyeztetve, csináljátok a vadbaromságaitokat, miközben mi? No de most, ennek végre-végre. Valahárom, mi testi és lelki épségünk is. Nem hagyjuk magunkat, menők vagyunk. És kúlok. Igen, és kúlok. Apa, ez a szemüveg 40 000 forintba került. Na és? Az én pénzem, nem? Einzwei Polizei, drei, vier, Feuerwehr, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Einzwei Polizei, drei, vier, Feuerwehr, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Einzwei Polizei, drei, vier, Feuerwehr, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Nem kívánom. Ja, én sem.